Változtathassa kedvenc klubját, úgy döntött, hogy megvásárolja a labdarúgó csapatot. Az 1909-es alapítású egyesület életében 2006 egy új korszak kezdetét jelentette. A csapat és a Bozsik stadion egyaránt megújult, aminek eredményeként újra az élcsapatok közé kerültek a kispestiek. Azóta az NB I-esek versenyeztetése mellett az utánpótlás nevelést is felkarolta. Létrehozta a Honvéd Labdarúgó Akadémiát, amellett, hogy az üzleti életben és a sportmenedzsmentben is maradandót alkotott és alkot, aktív játékvezetőként is elismerten szolgálja szeretett sportágát. Hölgyeim és uraim, a Fair Play népszerűsítése kategória 2013. évi díjazottja és diplomáta George Hemingway! Szólna, szeretném megkérni Gim Zoltán, hogy méltassa a díjazottat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt a pár mondatot mondanám el Kubatov úr után, hogy az első két díjazott mindkettő a rasszizmus sajnos felutanul jelenségével kapcsolatos, és a bizottság, amikor a Hemingway úr jelölését megtárgyalta, azt emelte ki, és egyértelműen egy hangon szavaztam meg, hogy egy olyan sportvezető, akire mindannyiunk között nagyon szükség van, aki önmaga fölvállalva saját szavaival egyértelműen elítélte ezt a felbukkanó szörnyű jelenséget, ami miatt már a népstadiont is be kellett zárni. Úgyhogy gratulálom. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a díjat, másodszor pedig szeretnék gratulálni Kubatov Gabinak, hogy nem csak ezt a videót megcsinálták, hanem hogy olyan helyen, ahol szükség van rá, erőteljesen fellépnek, olyan dolgok ellen, amiket nem szabad történni Magyarországon. Hozzáteszem az egész világon történni, nem hogy valaki azt hitt, hogy magyar jelenség, nem az. Azt szeretném mondani, hogy azért vagyok különösen, azért örülök különösen, hogy itt lehetek ma, hogy itt ülnek a Magyar Futball Akadémia játékosai, azok a fiatal gyerekek, akik megtanulják ma remélhetőleg azoknak példájának itt állnak, hogy megéri helyesen cselekedni, hogy az életben helyesen cselekedjenek. Köszönöm szépen! George Hemingway, köszönjük szépen!